Érted? Nem érted? Jó, megérted. Meg bizony. Azt, hogy Schuster Lóránt, a P-mobil és a P-mobil Schuster Lóránt. Azt is, hogy miért megy mindig az út másik felén. És azt is, hogy hogy létezhet egy zenekar 42 éve úgy, hogy tagjai már vagy 40-en voltak, egy ember pedig mindig ugyanaz. Azt is, hogy Schuster Lóránt hogy került a színpadra, miközben hangszeren nem játszik, nem is igen énekel. És azt is, hogy menedzserként, szövegíróként, showmanként és magánemberként mit gondol a világról. Lóránt a P-mobil, tározott elképzelései vannak. Vitatkozunk vele, persze, abszolút lehet vele vitatkozni. Letolást megkapom minden nap. Minden zenekarban el kellene egy ilyen személyiség. Neki soha semmi nem jó. Na jóval, akkor kiszálltam. Nagyon határozott. Szavaztok, ő maximalista. Röviden tömören ő a főnök. Ő egy magában vinni a sót, ha mi nem is lennénk. Saját feje után megy. A rock and rollhoz nagyon ért. Na most elmegyünk rőzsét gyűjteni. Minden tud, mindenre gondol. Showman. Oh, yeah. Zenekarvezető, szövegíró. Egy nagy 5 méteres sörös üveg. A csúcson a toppon van. És abból javelnánk ki. Igazából ő maga a P-mobil. Mára a rocknak is múzeuma van. Nyitra Gerencséren. Pesttől alig 180 kilométerre. Mely azért néha több. Kaptunk egy lehetőséget Katon Laci barátomtól, aki, nem tudom, hogy ez a jó szó, feláldozta a házának egy részét arra, hogy itt egy rockmúzeum lehessen, méghozzá a Kárpát-medence első rockmúzeuma. Igaz, hogy ez a P-mobil rockmúzeum, de a mi történetünk szólhatna bármelyik magyar zenekarról is. Ugyanakkor meg azért szomorú is vagyok, mert hogyha azon a falon nézed a zenészeket, technikusokat, egyáltalán akik meghaltak, akik már nincsenek közöttünk, akik az égi zenekarban vannak. Hát tulajdonképpen egyfajta emléket állítottunk az életünknek. Ide még visszatérünk, de csak menjünk sorba. Aki velünk tart, velünk tölt el 3 napot, Schuster Lóránttal pedig 66 évet. Ez az ország olyan, mint egy most repülőtéri hasonlat, mint egy füves repülőtér. Tehát kisebb gépek föl le tudnak szállni, de azok a lökhajtásos gépek, emberek, akiknek nagyobb pálya kell, azok itt nem tudnak érvényesülni, tehát azoknak el kell menni az országból. Milyen gondolatokkal indítottad el az első együttesedet abban az időben, amikor egyébként minden normális ember legalább gimnazista korában zenekart alapított? Minden utca sarkon volt egy zenekar. Tehát mi is úgy voltunk vele, hogy hallgattuk a Szabad Európát, hallgattuk a BBC-nek a vasárnapi adását, a Bobby Gordont, vagy a délvidéki futótüzet. Szóval gyakorlatilag be volt állítva a rádió, táblázatok volt, és az mindegy volt, hogy román, vagy cseh, vagy magyar nyelven megy, az a lényeg, hogy rockzene legyen. Éjfélkor kezdődött a luxemburgi rádióban a lemezbemutató. Annyira eszünket vesztettük, hogy volt olyan ismerősöm, aki mikor meghallotta az első Beatles számot, akkor lefejelt egy első csatornát, ami behorpadt meg az ő feje is. Szóval embertelen hatása volt a dolognak. Hát nyugatról jött ugye ez a hangulat, igen. Ez a enyhe szó, enyhe kifejezés. A rohadt imperialista, mocskos kapitalista rendszer kitermelte ezeket. Na de ugyanakkor összekapcsolódott Magyarországon azzal, hogy imádtátok ezt a zenét, utáltátok a rendszert. Azt nagyon, igen. Tehát szó szerint megszületett tulajdonképpen a magyar rock, ami egészen más, tehát nem egy másolata a nyugatinak, így van ez? Nálunk itt szitták a rohadt amerikai imperialista zenéket, meg a rock and roll őrületet, de aztán később, amikor már megismertük az anyagokat, bejöttek a filmek, DVD-k, akkor kiderült, hogy Amerikában meg azt mondták, hogy ez egy bolsevik fellazítás. Nem mindenki ugyanúgy rezonált azért erre a hangulatra, erre a zenére, erre a jelenségre. Tehát valamit hoztál otthonról. Mit hoztál otthonról? Engem a nagymamám nevelt föl. Egész kisgyerekkorom óta. És nagyon szerencsés voltam. Ugyanis egy olyan világgal találkoztam,
tehát nem a szüleim világával, hanem a nagyanyám világával, ami már megszűnt. Már nem létezik, és egy csomó olyan dolgot adott át, és most nem receptekre gondolok, hanem viselkedésre. Már magad, azt is gondolom. Az is zseniálisan főzött, de hanem olyanokat tanultam tőle, amit a szüleimtől se tudtam. A második meg az volt, hogy 16 éves voltam, amikor a fater fölvitt a padlásra, és a padlás tele volt ilyen hatalmas nagy ládákkal, két lakattal lezárva minden. Ez a padlás hol volt? Sashalom, Lombos utca a padlás, és a faterom kinyitotta az egyik ládát. Én 16 éves koromban én azt olvastam, hogy a katini tömegmészállást, a lengyel értelmiség színe jogát mészárolták le a Sztálin parancsára. Még úgy érezték az emberek, hogy megváltozhatnak dolgok. Tehát 56 létrejöttében is azért ez nagy szerepet játszhatott. De utána aztán snitt. Mikor ocsúttál te arra rá, hogy merre fele kell menned? Az érettségi után elmentem dolgozni, akkor... Milyen próbálkozásaid? Voltam én bálavarott, dolgoztam az MT-nél másfél évet a belpolitikai rovatnál. Aztán elmentem ablaktisztítónak, és abból kifizettem az adósságaimat, mert elvittek katonának. Hogy ne, főleg, hogy egy nagyon fontos helyen voltál katona. Kecskeméten voltam a repülőtéren. Na most hát az eleve azzal kezdődött, hogy ugye fölálltunk, és akkor megjelent valami parancsnok, és azt kérdezte, hogy elvtársak van maguk közöttük, aki a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. Ketten jelentkeztek, rögtön az egyik a politikai tisztnek lett a segédje, a másik meg a kultúros, vagy valami másnap már én pucoltam az ő szobáját, én mostan föl, meg minden. Na jó, gondoltam, nagyon kiszedték ezt a két pártagot, jó. De aztán azt mondták, és van maguk között futballista, aki NB3-ig valahol játszott. Jelentkeztek egy páran, azok már délután ott emelgettek a pályán, már a helyi csapatban. És akkor jöttek sorba, a lényeg az, hogy ott álltunk kb. 90 valahányan, akik, tudom én, a szörme készítő, a beat zenekar vezető, a boxoló, a postás, szóval mindenféle gyanús és kétes egzisztencia, akiket nem lehetett használni semmire, és azt mondták, maguk az őrszázad. És így is lett. És akkor elhatároztam, hogy én innen lelépek. Kivettem a szolgálati szabályzatot, és elkezdtem olvasni. És az egyik hajnalban fölkeltem, megmértem a körlet hosszát, szélességét, magasságát, és kiszámoltam, hogy egy katonára hány légköbméter esik. És ebből kiderült, hogy a minimum 2,8 légköbméter nincsen meg. Ami szabály lett volna. Hát az egy szabály, le volt írva a vörös könyv, hát 2,8 és azt hiszem 3,6 légköbméter között volt. És írtam egy levelet, minisztérium panaszirodája, tértivevény, részeges postás barátom kivitte, mert engem kisengedtek a laktanyából. Kivitte, és jött a válaszlevél, minisztérium panaszirodája, bélyegző, aláírás, mit tudom én, tábornok, ezredesek és a többi. Kitört a pánik, de a lényeg az, el kellett költöztetniük egy csomó embert a körletből, és egy új körletet kellett létrehozniuk, mert teljesen a saját szabályaiknak nem tudtak megfelelni. Folyamatosan csináltam, a helyzet eszkalálódott, és ezután kiküldtek fegyveres kísérettel a katonaorvosokhoz Kecskeméten. Annyi volt, hogy felhúztam a nadrágomat, megnézték, és akkor egy két hét múlva jött a papír, hogy engem leszerelnek.
Jobbanak látták a dolgot. És azt mondták, hogy tűnjön innen ez a Schuster, mert ez itt megőrít mindenkit is. De kerested ezeket az alkalmakat? Persze, hogy kerestem. De most túl a katonaságon. Jó, ez ennyi. Csak ez jellemezte a helyzetet, azért meséltem, mert majd azt látsz ki belőle, amit akarsz. Szerintem a katonaság is jellemzi a helyzetet, meg azt hiszem, hogy a segédmunkák és egyéb őrületek is. De aztán hogyan jutottál el oda, hogy végül is egyszer csak megjelentél önmagad előtt azzá válva, ami ma is vagy? Hol? És ez már a rockzene? 69-ben a Lőrinc Ifjúsági Parkban mondtam be a zenekart úgy, hogy Hölgyeim és Uraim, színpadon a Gezarol együttes. Na most ez sem volt botrány nélkül való, mert a Gezarol a fiatalabbak kedvéért az egy rovarírtószer volt. És eléggé áthallásos. Igen. És megjelentek a plakátaink, egy csótány volt a plakáton, és az volt a cím, hogy Gezarol mindenhol. És akkor behívattak az országos rendezőirodába, és mondták, Schuster elvtárs, jöjjön le, mondom, te jó, mi lesz ebből? És közölték, hogy nagyon jó ez a név. Nagyon tetszik, nagyon hatásos, mindenki erről beszél. De ezen a néven egy percet nem játszhatnak tovább. És akkor ettünk egy idegen szavak szótárát, akkor még azt gondoltuk, hogy világhírűek leszünk, és valami angolos nevet kellett választani. És akkor így lett Perpetuum Mobile, csak azért rövidítve P-mobil, mert azért ezt ugyanúgy nem tudták volna leírni, mint a nevemet se. És így lettünk P-mobil. A Perpetuum Mobile beindul, és mint olyan, örök körforgásban egymásnak adják ettől kezdve a helyet benne a zenészek. A klasszikus felállás talán a Losó László, Bencsik Sándor, Póta András, Schuster Lóránt négyes, később színesül a kép. Cserháti István, Kékesi László, Marecki István, Viki Dál Gyula, Pálmai Zoltán, Tunyogi Péter, Szegvári Gábor nevét említjük itt, a teljesség igényének abszolút hiányával. Na most, hogyha azt említetted az imént, hogy akkor még azt gondoltuk, hogy világhírűek leszünk, mit gondolsz mostanában ezzel kapcsolatban, amikor nagyon sok olyan zenész, aki mondjuk korodbeliek, akik annak idején szintén valahogy kezdték, el voltak nyomva, vagy nem voltak, vagy aztán valahogyan sikerült, de végül is máig ismerjük a munkásságukat, azt nyilatkozzák sokan, hogy ha nem lett volna ez a rendszer itt, ha nem lett volna mondjuk a lemezkiadóvállalat igazgatója, ilyen elvtárs, olyan elvtárs, akkor bizony világhírűek lettünk volna. Ez egy kicsit mondjuk furcsa feltevés talán, mert ha szoktuk ezt mondani, persze, a kerekedet. Így van, persze. Hogy látod ezt? Voltak azért erre példák, mert amikor az Omega, vagy az LGT, vagy az Illés, akik kijutottak egyáltalán, vagy mi is, amikor eljutottunk a Szovjetunióba, vagy akár szomszédos Csehszlovákiába, vagy Lengyelországba, irtózatos sikerünk volt. Tehát ha csak annyit tehettünk volna, hogy a szocialista táborban engedtek volna minket mozogni, már az is egy nagy dolog lett volna, mert ez a világnak ugye ez az egy harmada volt. Tehát Kubáig behettünk volna, mint ahogy mentek is magyar zenekarok Kubába, de az a lényeg, hogy a nyugati piac azért akkor vevő volt mindenféle érdekességre, újdonságra, és hát a Vasfüggöny mögöl jön egy beat zenekar, hát azért az elég érdekes volt. És nem véletlen, hogy az Omega is Omega Red Star néven próbálkozott kint annak idején. Bár az Omegát nem ők adták, ha már itt tartunk, állítólag az első koncerthelyszínükre, amikor megérkeztek, akkor látták, hogy ki van írva, hogy itt ma este az Omega játszik, és kérdezték, hogy nem mi játszunk, ki ez az Omega, és mondták, hogy ti vagytok. Ja. Belekötött a rendszer, amiben csak tudott, hát volt is mibe, mert tettetek is róla. Minden esetre nyilván van egy ilyen hagyomány, vagy egy vonala, 19. század magyar költőjétől a 20. század rockzenészéig, amelyben Vátesz szerepben érzitek magatokat. Hát ez néhányszor előfordult, én magam is csodálkozom rajta, például a Prékrisztus című számunk, amit a 8. kerületi Koszor utcában álló és egyetlen budapesti műemléké nyilvánított Prékrisztusáról írtam, vagy annak kapcsán írtam, az úgy kezdődik, hogy vigyázz, mert turisták jönnek. És ez bejött. Jézus és a két lator napozik fent a Golgotán. Jézus megszólal, vigyázz, turisták!
Jutott annak idején az eszedbe, hogy ilyen fajta front szerepet játszál, amit végig is vitt. Belekényszerültem. Mert? Én nem akartam fönt lenni a színpadon, egész egyszerűen nem engedtek menedzserkedni. Csak zenekari tag szervezhette a zenekari ügyeket. És ezért kénytelen voltam levizsgázni, bementük vizsgázni, én kölcsön kértem a Danyi Attilának a kongáját, hát valamit kellett csinálnom, kongáztam, ütögettem minden, jó. Kénytelen keleten így tudtam zenekari tag lenni, és akkor, hogyha már fönt vagyok, akkor ki kellett találnom, hogy mit csinálok, tehát ki kellett találni valamit, akkor elkezdtem a szövegeket írni, tehát hasznossá tenni magam, szerveztem a bulikat, csináltam a show-t, a feszültséget, gerjesztettem is, a többi, tehát mindig volt valami. És mint utóbb kiderült, ez nagyon, nagyon jó volt, mert ugye nem voltunk a tévében és a rádióban, és miután egy csomó dolgot kitaláltam, a tapsgép, kukából csináltunk dobot, és a többi, ezeket én így magamban ilyen vizuális karoknak neveztem el, tehát a gyerekek erről ismert, ja az a szám, amiben a tapsgép van, ja az a szám, amiben levet közöl. Na jó, hát ebből aztán voltak problémák is, mert egyszer-kétszer le voltam tiltva, mert mindenféle hülyeséget kitaláltam. És számos helyszín van ma is a városban, ha már nincs is bennük, az a bizonyos klub, ahova jártatok, vagy ahol rendszeresen felléptetek, de azért a helyek megvannak, és talán fel is kereshetnénk együtt ezeket a helyeket. Jó, menjünk. Ez a stadion már nem az a stadion, ami annak idején nyitott. De még Fradi, még mindig. Még Fradi. De emlékszel, hogy nem is így volt pontosan a tájulása? Nem, igen. Itt a lukon kilátok, és pont az ellenkező irányban volt a stadion. 8 és fél év szünet után itt játszottunk először. Hányban is? Hát azt ne kérdezz, mert a bajban vagyok. Lényeg az, hogy elég hosszú ideig szünetelt a zenekar, és akkor itt kezdtük újra a Fradi pályán. De most itt a Műfűvön megyünk, de gondolom, hogy akkoriban se volt szabad rámenni a fűre, akkor hogy lehetett itt koncertet tartani? Hát csak egyetlen egy időpont volt, az utolsó hazai mérkőzés és a pályafelújítás között. És milyen most itt sétálni? Hát fura. Ez teljesen olyan, mint hogyha Angliában lenne az ember, hogy valami valahol máshol lenne, de mert hát azért ez jobban néz ki, mint az előző, de hát annak meg egy óriási hangulata volt, az évtizedeken keresztül működött az a pálya. De hát remélem, hogy majd lesznek itt is nagy rockkoncertek, és akkor majd kitapossák a füvet a fiatalok, vagy lelegelik, nem tudom, mit szoktak csinálni. Azt mondtad, hogy azért mégiscsak Fradi stadion ez, hogyha új is, de hát milyen szívvel gondolsz te erre a labdarúgó csapatra? Azért kérdezem, mert minthogyha volna azért ebben a rock történetben valami külvárosiasság is. Jól érzem én ezt? Teljesen jól érzed, ugye, és sokan azt mondták, hogy mi vagyunk a rockzenében a Fradi. Úgyhogy ez teljesen jogos ez a párhuzam. Én a focihoz elég érdekes a viszonyom, mert annak idején kaptunk a Fatertől gombfoci csapatot. Az öcsém
kérte a Fradit, úgyhogy nekem már csak a Vasas jutott. És akkor így verekedtünk akkor gólfocizás közben. De mondom, a P-Mobil közönsége és a Fradi közönsége az nagyon sok helyen összeér. De mondhatnék mást is, ami mondjuk lehet, hogy ebben a stadionban szerencségtörésnek hangzik, de a Miskolc című számunk az a Diós Győrnek az egyik indulója, úgyhogy ezt minden alkalommal a meccs előtt egyszer-kétszer lejátszák, és akkor éneklik a Diós Győri szurkolók a Szacélvárost. Meg egyébként arra is gondoltam, tudod, hogy ezért az akkor futó leginkább félretett, viszont a közönség által nagyon kedvelt rockzenekarok tagjai javarészt azért külvárosi fiúk voltak. Ez így van. Hát a nagy hármas azok belvárosi gyerekek, jó szituált szülők gyerekei, szóval a Radics Béla, vagy a P-Mobil, vagy a Liversing, a Dogs, most nem sorolom, ezek mind külvárosiak voltak. Szóval mi ezekhez a srácokhoz képest sokkal vadabbak voltunk. Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi volt velünk a baj. Az egyik az volt, hogy nagyon korán jöttünk, a másik meg az, hogy még mindig itt vagyunk. Ez a fő gond a P-Mobillal. Jó, de nem érzed azt, hogy egy kicsit ellentmondásos dolog ez, vagy lehet, hogy ma innen nézve nehéz megérteni, hogy éppen a külvárosi fiúkat tették félre, vagy szerették volna félretenni az elvtársak? Hát igen, az elvtársak az lehet, hogy szavakban persze Csepel, meg Munkásököl, Vasököl, lesújtod, de ahova köl, meg mit tudsz, ezek nagyon jó szlogenek voltak, meg a legfőbb érték az ember, de ezek mind csükkendumák voltak, tehát ott kazetta be, már is első lobognak az ászlók, sör, virsli, de a valóság az egészen más volt. Szóval nekik kezelhető emberek kellettek olyanok, akiknek megmondták, hogy ez, az, így, úgy, és akkor ez így működött. Ezek az intézmények tele voltak belügyesekkel, akinek semmi közük nem volt, se a zenéhez, se a művészethez. De hát mondhatnám a MGP-t, a nagy kritikust, aki szintén besugó volt, aki a Latinovicsot ótvarolta órabérben, szóval nem sorolom. Talán ebben függ össze az is, hogy inkább a szövegekbe kötöttek bele, mondjuk a lemezkiadó vállalat is, és nem annyira a zenéhez szóltak hozzá, hanem amit értettek. Figyelj, de a következő, itt ez egy kemény üzletről is szó volt. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnak, ha három műszakban dolgozott, volt egy éves kapacitása. És abból a kapacitásból kellett kiadni a Bartókot, a Magyar Nótát, az operetet, az operát és a beatzenét. Tehát nagyon kevés kapacitás volt, nem beszélve arról, hogy csak abból az anyagból tudtak lemezt préselni, amit valutáért vásároltak meg nyugatról. Na most, természetesen, hogyha mondjuk az Erdős Péter nyomatott mondjuk 100 000 neotont, akkor abban rögtön aranylemez lett, csak az előzményeket nem ismerték az emberek, hogy mi kaptunk 100 000 alapugacsóval lemezt, abból ugye nem lehetett eladni egyet se, azt ugye bedarálták a nyersanyag miatt, és a nyersanyagot újra feldolgozva lett belőle neoton, és azt visszaküldték a Szovjetunióba ellentételezésként. Jó, de nem a nyersanyag hiány miatt nem lehetett lemezetek tiltani. Meg voltak azok az emberek, hát nézd, megfutatták ellenünk a Generált, a Piramist, az Eddát, gyakorlatilag mindenkit, mert általában úgy működött, hogy a fiatalok érzéseit, most ezt idézőbe teszem, az S. Nagy István írta meg, mint szövegíró, és más egyéb úgynevezett profi szövegírók, akiknek nagyon jó kapcsolatuk volt az erdőségkel és az intézményekkel. Tehát ez volt a feltétel, hogy lehet lemezetek, de akkor ez és ez fogja írni a szöveget. Na most hát mi meg ebben nem nagyon akartunk belemenni. Olyan megmondó volt akkoriban. Azt úgy hívták, hogy megmondó ember. Tiltva volt, melyik nótája át kellett írni, nem adták ki neki. Tehát a fekete bárány, ami nekem tetszett, máig is.
Az István a Király próbáin találkozott Golec Géza a P-mobillal, és sorsuk ettől egybefonódott. A zenekar technikusa ma is ő, Schuster Loránd barátja. Neked szép és ma már ritkán látható tetoválásokat hol szerezted? Ezt intézetben nőttem én fel, és ott volt ez divat, hogy ott minél nagyobb, nagy fiú akarsz lenni, akkor minél több, minél feltűnőbb tetoválások, és ott divat volt ez a intézeti kölykök közt. És örökre viseli hát az ember. Sajnos igen, próbáltam már eltakargatni, sajnos. De hát csak egyre több lett. Ilyenfajta munkát végezni egy együttes körül, az azt is jelenti, hogy benne is van az ember, meg kívül is. Máig úgy tetszenek a nótáim, mintha én is csápoló lennék. Hát persze, hogy együtt élek a nótákkal. A nép is más volt, a kölykök is, a csövesek, úgy hívták őket, hogy a csövesek, bőrbe, vasba, szegecsbe, bediannázva, bealmaborozva, rá egy kis szipu. Egy-két technikusnak az egész buli alatt az volt a dolga, hogy lögdöstük le a színpadról, és ahogy végigértük, onnan kezdtük megint lögdösni le a nép. Mi tetszik igazán neked ebben a zenében? A hangulata. Egy beállásnak már megvan, van a hangulata, a süket duma, a bohockodás, a viccelődés. De azért komolyan kell venni, mert hát meg kell szólalni, jól kell szólni. Nincs, ez a P-mobil most úgy nagyon jó egyben van a banda, jó szólnak a nóták, levegősek, ütősek, húzósak, jók a szövegek, nagyon jók, mert rengeteget számít, hogy nem a holdfényben az utolsó csógod a tengerparton, hanem szólnak a nóták dolgokról. Magyar Balázs Adnagy vagyok, köszönöm szépen. Hát itt a kultúrát szórakozó nagy emberi között gondolat lesznek olyan is, akik rendbontásra vetemednek. Az én kérésem ön felé, ha észlelik azt, hogy olyan rendbontó cselekményeket követnek el, akkor önök a zenét vagy nem szolgáltatják, vagy személyes tekintélyüket magba vetik. A fények azok jönnek szemből, a fejgép is, meg a lámpák is, hogy egy-két sort látunk, úgyhogy ha valaki verekszik, azt nem lehet észrevenni, maximum az, hogyha ég a ház. A rendezőség tartsa fel a rendet, tökéletesen egyetértek ebben, nekünk az a célunk, hogy a kulturált szórakozást itt biztosítjuk, cél az közös. A rendőrség itt volt persze, de alapjáraton hülyék voltak. Elmebetegek voltak a hosszú hajjal, a lányok öltözködésével. Nem nagyon viselték el, hogy az ember nem fél tőlük. Hát most, és akkor mi van, megvernek. Na und, és akkor mi van? Azt mondod, hogy majdnem minden nap játszottatok. Így van. De hát közben pedig engedélyhez kötött dolgok voltak ezek, nem? Hát jó, hát azért voltak esetek. Figyelj, csináljunk itt egy rockklubot. Állandó bandával, állandó közönséggel. A falaitok jó vastagok, és jó nagy az új színpad is. A néptánc csoporté. Jó lesz az nekünk is. És mit fizetsz ennek a lómosónak? Egy ezrest. A dupláját mi is megcsináljuk. Egy teljes zenekar. Plusz szállítás. Na ne viccelődj vele. Na, ne keverjük össze a dolgokat. Mit? Az üzletet, meg ezt. Hát ilyen relatív minden, az is, hogy itt vagyunk egy újabb emblematikus helyszínen. Minden máshogy van már itt, mint volt. Hol volt a színpad? Több helyen is volt. Először volt ebben a beszögelésben. Nagyon szépen helyreállították a freskókat. Aztán volt itt a támpfal tövében. Aztán volt azon a részen alul, aztán volt fölül. De ez itt lapos volt, nem? Hát itt volt egy lapos rész, és aztán itt volt a felső rész, ahol székek, asztalok, ott az éttermi rész. Milyen érzés itt mászkálni most velem? Hát valami olyasmit érzek, mint hogyha az Rényi föltámadna és körülnéz. Most nagyon furcsa, megváltozott minden. Hát itt volt az irodája Rajnáknak, és ez azért érdekes, mert itt volt a nagy Lenin jelvény gyűjteménye, és hát ők voltak azok, akik itt a bejáratnál az 5 forintos belépőből is horribilis összegeket sikasztottak el. A trükk nagyon egyszerű volt. Megmondjam, hogy hogyan csinálták? Jöttem befele. Odaadtam neki a jegyet. Azt elvileg neki el kellett volna tépnie, vagy föltűzni egy szögre, akkoriban ez volt, hogy ilyen 100-as szögre felszöltek. Ő meg egész egyszer fogta, és visszaadta a pénztárnak. Hát szóval ennyit a
Lenin jelvény gyűjteményről. Az akkori klubéletről pedig annyit, hogy volt jó pár emblematikus hely, a Metróklub vagy a Corvin mozi, vagy például a Ganzmávag a Golgota utcában. A legfontosabb azonban az Ifi Park volt, ahol a legendás Magyar Fal koncert is lejátszódott. Mesélj ezekről a bulikról, amik itt voltak, meg hogy mit jelentett ez nektek? Ez egy nagyon nagy dolog volt itt játszani. Szóval voltak más parkok is, Pesten, Lőrincen, Csepelen, Kőbányán, az egész országban, Nyíregyházán, Debrecen, Miskolc, tehát nagyon sok helyen volt, de ez a Budai Ifjúsági Park, ez volt a Metropolitan, szóval ez volt a csúcs itt játszani, sőt, ha főleg volt saját napod, ami a keddinek, az minden hosszú éveken keresztül, nem is tudom, 10 éven, vagy nem tudom hány éven keresztül, minden kedden itt voltunk. Mennyi mindenki került így össze a zenétek által? Ebbe belegondoltatok már? Belegondoltál már? Hihetetlen, de igen, belegondoltam. Ha csinálsz egy fényképet vagy egy felvételt, akkor azt látod, itt a zenekar, meg itt a közönség. Igen. A kép nem mutatja azt, hogy ezernyi szállal kapcsolódunk össze minden egyes emberrel. Az ott álló lánynak eszébe jött, hú, erre a számba vesztettem a szüzességemet Balatonszebesen a kis táborban, miközben a zenekar játszott. A másik, hú, itt megkergettek a rendőrök nagyon, amikor ez így és így volt. Ez egy nagyon lényeges, hogy egy csomó szál van a közönség tagja és a zenekar között, és mi, és ez most nem én mondom, hanem a John Lennon mondta, hogy annál többet az ember nem érhet el ezzel a zenéléssel, mint hogy egy generáció életének a részévé válsz. Egyébként, jaj, bocsánat, még van egy fa, azt megmutatom nektek, ha innen látja a kamera, látjátok azt a baloldali nagyfát? Ott volt a nagyfa galéria. Az a nagyfa galéria, az alatt ücsörögtek, és természetesen hát azokat le is ültettek egy pár gyereket, és azt tudnotok kell, ez a kerítés nagyon hasonlít az akkori kerítésre. Rengeteg embert nem engedtek be a haja miatt, az öltözéke meg miatt minden, de azt nem tudták megakadályozni, hogy itt ne álljanak és ne hallgassák a zenét. Vagy esetleg, ahol lehetett, még be is láttak. Hát nem sok helyen lehetett, de a nagy fa galéria akörül a fa körül volt. Nagyon fura itt lenni, tehát az összes többi helyen, ahova most elmegyünk, mindenhol nagyon fura érzése van az embernek. És volt egy kis fagaleri is, persze jóval később az Erzsébet híd túloldalán, de az egy másik történet. Mi viszont ebben a sztoriban haladunk tovább. Nézzük meg akkor a csizmad asztalnak az alaptémáját. 2, 3. Ennyi, hát tulajdonképpen ennyi az egész. Ő Szebedi Zsolt, drummer, dobos, énekel is, gitározik is, zenét is szerez, és Shreknek hívom. Sok mindenről híres a P-Mobil együttes, az egyik ilyen szembetűnés az, hogy a legtöbb dobost fogyasztotta. Igen, meghatározó. Szám szerint a 10. vagyok. Igen, meghatározóak az előző dobosok is, többek között azért, mert a zenéiskolás tanárom Németh Gábor, P-Mobil egyik volt dobosa, aki nagyba befolyásolja az én játékomat, meg zenéhez való hozzáállásomat. P-Mobil tagnak lenni az életmód is, meg mi minden? Tényleg mit jelent ez nektek? Ha most egy szóval akarnék válaszolni, akkor rock and roll, de kicsit kifejtve, én úgy érzem, hogy azon kívül, hogy nagyon jó a zene, jól érezzük magunkat a zenekarban, szeretjük azt, amit játszunk, Ez egy nagyon jó közösség. Ennél gyorsabb volt? Na, akkor nézzük meg. Nagyon ez a... Ez nagyon-nagyon ez már nem jó.
Szecska lett már. Ja. Aha. Ő a Baranyi László az énekes, főember, Kavics beszenévre hallgat. Nagyon találó ez a név, mert olyan életet él, mint egy kavics a vízparton. Hogyan barátkoztál meg ezzel a különleges szereppel, hiszen általában rockbandák esetében különösen jellemző, hogy az énekes, a frontember, a vezetője az együttesnek. Itt meg azért egészen más szitu állt elő. Igen, de igazából én ezt csapatmunkának élem meg. Könnyebbnek érzem a színpadon való létet úgy, hogy mellettem lényegében Lóránt csinálja a show-t és konferálja a számokat, és nekem énekelnem kell, illetve előadnom. Nem, Billy? Mondjál már valamit. Nekem az már izé volt. Hát nem volt, már elmaszatolódott már. Maradjunk ennél izénálni a kicsit nyugodtabb, mert Szabó Péter, ő a billentyűs. Hammond orgona tulajdonos. Van egy kisfia, aki történetesen Lórántnak hívnak. Nem tőlem van a gyerek. Péter, te egy igazi Hammond orgona tulajdonos vagy. Hát manapság nem sokan művelik ezt a témát. Régóta nagy álmom volt nekem egy Hammond, ami aztán jó pár évvel ezelőtt sikerült is megvásárolni. Aztán ez sikerült, ami régebben Presser Gáboré volt még, és a Magyar Rádióban volt, ha jól tudom, szolgálatban. A frak kukori és kotkoda alatt ez a hangszer hallható. És hát a P-mobilban én úgy érzem, hogy szinte kötelező egy Hammond. Bemérted, vagy nem? Mi a telefonban van, metronom? Jó. 124. Legyen. Sárveri egyinges Vilmos, szólógitáros. Hány éve vagy a zenekarban? 35. 35. Szegény Billy. Melyik volt a legőrültebb ötlete? A bőség zavara, de mondjuk amikor a 94-es Rallypálya koncerten befeküdte koporsóba, és még rá is volt írva, Schuster Lóránt élt, amennyi éves akkor volt, azért az elég morbid. Apropó, ja persze, azok a vizuális karok és a változó idők. Még 84-ben az IFI Park elektromos temetésén nem engedélyezték a koporsós mutatványt, itt a Fradi pályán megvalósulhatott. A kritikát nem hagyta hidegen ez sem, ugyanúgy, mint az Asszonyt akarok című opusz látvány elemeinél alkalmazott műmel, női alsóneműk stb. Esetében sem. No. Mi legyen a izé, akkor beszéljünk arról, hogy mi legyen a izé. Az a lényeg, hogy ez jön, ez végigjön a izébe a nótában. Tarnai Dániel, basszus gitáros. Az apja is zenész volt, Tarnai Kis László. Ő a bőgős egyébként. Hát én úgy érzem, hogy hazaérkeztem. És te hogyan látod őt? Hát ő az apukánk, ilyen fogadott apukánk végül is, úgyhogy a zenekarban is tápol minket, ha kell segberúg, úgyhogy... Gyakran előfordul? Természetesen, persze. Hát egy profi zenekarhoz hozzátartozik, hogy minden egyes hibát ki kell szedni, amit csak lehet. Hát én nem hiszem, hogy ezt ő abba fogja hagyni, ezt a zenekart. Hát az egész élete erről szól, én úgy látom. Meddig lesz P-mobil szerinted? P-mobil addig van, ameddig Lóránt van. Hát először is, amíg a Lóránt akarja, meg amíg él, és amíg akarja csinálni, addig lesz P-mobil. Amíg a Lóránt van és él, addig biztosan. Tehát őt ez mozgatja, ez viszi ennek él, és egy rettetesen ragaszkodik ez a zenekarhoz, ez a zenéhez. Mindez ebbe fejezi ki magát, tehát ő biztos, hogy hajtja teljes erejéből minket is, a zenét is, minden. Ameddig a Lóránt úgy gondolja. Egyértelműen. Reméljük minél tovább. Az a csillag még ma is mutatja az utat, az a nép még ma is él. Tudjuk, hogy a rock örök, ám mindig újabb és újabb műfajokban is szívesen megnyilvánul Schuster Lóránt. Ilyen a rock és a klasszikus zene összekapcsolása is. Ebben az első a világon a Deep Purple zenekar volt 1969-ben. A honfoglalás szvit ötlete pedig 1977-re tehető. Az állami hangversenyzenekarral 1995-ben valósulhatott meg a műfelvétele végül. Egy vár a föld. Ha
Hagyd meg álmos őszfejet, élni csak velük lehet. Hagyd meg álmos őszfejet, élni csak velük lehet. És most pedig könyvet írt Schuster Lóránt. A Kaptafa önéletrajzi jellegű írás, a kötet a Könyvhétre jelenik meg, de már az interneten informálódhatunk róla. Ez a P-mobil... Ez a P-mobil honlapja. Igen. És azon belül? És azon, hát innen is lehet csatlakozni, gyakorlatilag innen nagyon sok mindent lehet. Ez a központ mondjuk így, tehát innen lehet osztódni különböző helyekre. És akkor itt van a Kaptafa. Ez a melléklet, amit a könyvhöz csináltam tulajdonképpen. Ez most az utolsó bulin, ott volt majdnem minden Schuster, az öcsém, két fia, itt a két lányom. A mostani gyerekek megint azt gondolják, hogy világhívőek lesznek, mert angol neveket választanak, angol írják a szövegeket, vagy angol is megvan nekik. De Magyarországon nincs különösebb esélyük, mert a magyar nem akar most angolul hallgatni számukat, hát most akkor mi van? Azt elcsípni, hogy na most világsztár leszek, vagy európai sztár leszek. Vannak amerikai sztárok, hatalmas sztárok, akik nem tudnak átjönni Európában, mert nem ismerik őket Európában. És ugyanez vonatkozik európai sztárokra is, akik Amerikában nem jönnek be. Tudsz mutatni nekünk kéziratot? Szövegkéziratot? Már miért, amit én csinálok? Aha. A kéziratot nem, hát az mondom, hogy fesznik, csak a kész változatok vannak. Hogyha megmutatnám azokat a feszniket, amiket a próbáján fölveszünk, akkor az anyja nem ismerne rá, tehát, hogy milyen kis fesznikből lesznek a számok, hogy hogyan alakul a zene, a verze, a refrén, mert akkor az már szakmunka, amikor már elkezded reszelgetni. Ezt két elmől kell elmondani, mert kivágjátok, mert a pofárat befogod, igen, az úgy van, hogy egy felkiáltójel és egy kérdőjel utána. Mert ebben benne van maga a válasz is, hogyha nem fogod be, akkor agyabba főbe vernek. Sőt, beléd is rugok. Na jó. A pofádat befogod. A pofádat befogod. Egy a pofádat befogod. A pofádat befogod. A pofádat befogod. A pofádat befogod, 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 igen! Kus! Yeah! Ez egy örök darab egyébként. 85-ben volt az, amikor fogtátok magatokat és felcuccoltatok egy hajóra? És azt nem tudom, hogy mikor volt. De folyamszabályozó és kavicskotról vállalt, röviden nevén Foka, az elvállalta, hogy csinál velünk egy viziturnét. Persze az átverés benne, hogy azt mondtuk, hogy ez egy vitt hajó, világifjúsági találkozó, egy ekkora kis táblát kiraktunk a hajóra. Megálltunk mondjuk Győrben, a technikusok kivitték a keverőt a partra, kábelt kiúzták, és elkezdtünk játszani mi a vízen, a közönség meg a parton. Na és aztán hogy volt ez? Hol kezdtétek és meddig mentetek le? Hát talán Győr volt az első állomás, Komárom az biztos volt, Vác és a többi, de hát ott is olyan volt, hogy a szervezőirodánál jelentették, hogy mind a két oldalon rockerek ássák be magukat a parton. Ugyanis az a helyzet, hogy akkoriban, akkor még ugye nem találták fel a bősi erőművet, és igen. Gyakorlatilag a Duna fősodor vonala számított az ország határnak. Lépjünk mi is át ezen a határon. Ezen emlegetett határátlépése ma már ilyen könnyen megy. Itt is vagyunk a Nyitra-Gerencséri Rock Múzeumban, mely Katona László önzetlensége jóvoltából kapott ilyen kitűnő helyet. Megérkeztünk itt a lenti részbe, és itt van a cipő is. Igen, ez a tisorkú, 46-os tisorkú cipő. Nem tudom, ezt meséltem, hogy ez hogyan készült? Hogyan készült? Úgyhogy végig is mindent elkértem a volt feleségemtől, mindenféle női ruhákat, de hát egy nő a lábánál kezdődik, és kellett csináltatni egy tűsorkú cipőt.
és elmentem az akkori idők egyik leghíresebb ilyen cipőséhez, a Cirehez, aki főleg 8. kerületi kurvákra csinált ilyen magas sarkú cipőket, bokapántos ilyen olyan, és mondom neki, szeretnék egy jó magas sarkú cipőt. Azt mondja, és milyen méretben? Mondom, 46-os. Azt mondja, kinek? Azt mondom, nekem. Azt mondja, nem érdekes, megcsináljuk. Mondom, nem vagyok se cukorka, se semmi, showhoz kellene, és a többi. Azt mondja, egyetlen egy gondom van, hogy 46-os kaptafám nincs. Egy csúszternek nem akadály, és akkor mondtam a kaptafásoknak, mondom, hát kellene egy 46-os kaptafa ez a tűsorkóhoz. Azt mondja, hát mennyi idő, mondom, adok 3000 forintot. Jó főnök, holnap jöjjön, vagy gyere, mit, és másnap visszamentem a Cirehez, és elhűlt, mert a kaptafások soha nem csináltak meg neki időre 500-ért. Úgyhogy 3000-ért volt egy tűsarkunk. Az igazi feladat egyébként ezzel az volt, hogy meg kellett benne tanulni járni. Na hát ez egy próbahelynek lett berendezve, nemzetközi standard tojástartókkal, mert mindenhol megőrültek a Beat zenekaroktól, ahol próbáltak. Az Extázis 5-től 7-ig című filmben egy emlékezetes öreg lány volt, aki azt mondta a dobos, hogy mert direkt tüfeli, direkt tüti vágja, és én minden cintányarok, és látszott az öreg lányom, hogy ha lenne egy késő ott kézben, akkor megölné ezt a dobos. Ezt neveztük ki a plakátteremnek. Igen. Mert itt főleg plakátok, zenekari zászlók vannak, itt vannak a vitrinek, amiben különböző dolgokat lehet látni. Ez is egy nagyon jó, amíg a földkerek mindig lesznek rockerek. Ez egy nagyon érdekes része a kiállításnak, mert ez a Pusztavacsi Békefesztiválon készült, ahol a forradalmi ezren verekedett, vagy vert meg 50 000 embert, hát nem sikerült nekik. És itt van két klasszikus Kádár szalámi, a csípős és a másik a csemege, hozzával a pereccel. Képzeld el, ugye a Ramesh Chandrát kihozták az akkori Béke Világtanács elnökét, Békefesztiválra, és könnygáz, gránátok, és tudom én, egy forradalmi ezred vízágyuka verekszik a közönséggel. A Ramesh Chandrát elvitték, és másnap a Bajor televízióban ez hangzott el, hogy kedves hallgatóink, közvetítést adunk a kapitalizáló Magyarországról, egy békefesztiválról. És ezt látták, hogy minden szétvertek mindenkit. 10 évesen ők voltak a gyerekszobám falán, itt meg ők állnak egy az egyben, élőben velem szembe. Te mondd, Laci, és elég, hogy itt van ez a múzeum, és akkor ide találnak az emberek, vagy pedig szervezed is a közönséget? Nagy médiakampányt és nagy szervezést ennek az egésznek nem csináltunk. Ez az egész ilyen P-mobil szellemben folyik, mert a P-mobilnak sem volt sosem nagy kampánya. A saját maga a zene és a tagok voltak a minőségének a jele. Aki tudja és aki ismeri, az már járt itt. Aki számított, vagy akinek a zenekar számít, az már járt itt. Hát akkor nyugodtan összefoglalva, az utolsó polihisztorok egyike vagyok. De érteni nem értek semmihez. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy amiket csináltam, azokra tulajdonképpen soha semmilyen képesítést nem szereztem. De amikor valamilyen feladatom voltak, azt mindig nagyon-nagyon komolyan vettem. Például ezt a sört is nagyon komolyan veszem egészségedre. Sokat foglalkozol ilyen elméletekkel? Ami hát, az embert illeti. Igen, én mai napig is rengeteget olvasok. Szóval ez hozzátartozik szerintem, az olvasás. A mostani gyerekeket kezdem sajnálni, mert egy részük már nem tud egyszerre lépcsőn lefele jönni, és közben rágógumit rágni, mert valamelyiket abba kell hagyja, a szoftver kiájul, hanem az nagyon nagy baj, hogy nem olvasnak a gyerekek, megmondom miért. Mert ha olvasnának, akkor használnák a saját kis vetítőjüket az agyukban, és hogyha azt olvassa, hogy a lánynak alabástron fehér bőre volt, és derékig érő vörös haja, és zöld szeme. Ezt el kell képzelni. Na most, amikor ő azt látja, hogy a lánynak a filmben megnézi, vagy a videójátékon fekete hajával, és akkor neki az mindig fekete hajú lesz. Tehát ezeket el kellene képzelni, vagy az óra körül kis pici szeplők voltak.
vagy mit tudom én. Ezt sorolhatnám a példákat. Velem előfordult az, hogy olvastam egy könyvet, egy könyvet a francia-német háborúról. Még most is elkezdett mozogni a lábam, ugye rágondolok, hogy egy lovasroham volt a könyvben, egy lovasroham. És ahogy olvasom, azt vettem észre, hogy a lábam így dobogott, tehát egyszerűen elkezdtem mozogni, mintha mentem volna együtt a lovasokkal. Annyit árulj még el, kérlek, hogy azt mondtad nekem, hogy nem szeretsz a régi dolgokkal foglalkozni, ami volt, az elmúlt, inkább a jövőre kell koncentrálni. Hogy gondolod ezt? Való igaz, hogy a jövő az mindig fontosabb. Tehát kérlek szépen egy Goethe idézettel válaszolnék a kérdésedre. Ő azt mondta, hogy a gyermekeink azok a kardok, amelyekkel a jövő nagy csatáit nyerjük meg. Be. Köszönöm szépen. Szóval a Goethe azért tudta, hogy mi. Igen. Szóval mindent a gyerekekért. Legyen az akár fiú, vagy akár lány. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Most már akkor... Tudod, a szegény Radics Béla már sálavitta a sört, azt tudod, milyen a sálas? Milyen? A sálas sörívás, nem tudod? Megmutatom neked, csak így... Tehát nyakában volt a sál, igen. Kezébe fogta a sál, és a sálat hozzá fogta a pohárhoz, igen. És a jobb kezébe pedig húzta föl. Ezért mert annyira remegett a keze, meg mit tudom, tényleg így volt. Igen, mert ők egy érintőztek, az azt jelentett, hogy a Vörösmarty térről hazamentek Angyalföldre, és az egy érintő az olyan, hogy minden, hogy esik a sorban.